Hetedik fejezet Mi az ott az erdőn? Tábor-e vagy falu? Rablótanya-e vagy bélpoklosok községe? Temetés van-e benne vagy lakodalom? Hát bíz a se nem tábor, se nem falu, se nem rablótanya, se pedig bélpoklosok községe, hanem egy nagy cigány karaván. A sziklák árnyékán a fák között rongyos, kormos sátorok, egyikből másikból füst kígyózik az égnek. A tisztáson meg szól a hegedű, és döbög a dob, táncolnak a leányok. Vén cigányasszony tanítja őket, ismeretlen nyelven rikácsol egyikre másikra. Kikapja a kezéből a tamburint, és vén tagjait a tizenöt éves leány bájos lejtéseivel mozgatva mutatja, hogyan kell kéznek és lábnak lengő könnyűvé változnia a táncművészetében. A cigánylányokkal már szinte velük születik ez a művészet, de köztük is találkozik azért, aki vagy nagyobb lábat, vagy lustább vért örökölt a szüleitől. Az olyannak kell a tanítás. A táncosok különben mind fátyolos ruhába vannak öltözve. Fátyol nélkül nincs tánc. Lengései meghosszabbítják a tagok kerekmozdulatait. Táncban az a fő, hogy könnyű legyen. A cigányok egy része a táncolók körül ül. A purdék meg azon mesztelen utánozták a forgásokat. Még a két-három esztendős kis purdék is füstös angyalkákként forogtak és lejtettek a fűben. Tamburin helyett kókuszhéjat vertek, és fátyol helyett pókhálót lengettek a karjukon. Egyszerre, mint a bokorról felburranó verépsereg, úgy riadt fel valamennyi gyerek, és rohant az erdő egy nyílása felé. A mi öt lovasunk érkezett oda fáradtan, a lovat kantáron vezetve. A sereg égtelen nagy csicsergéssel rajozta őket körül. Baksisért nyújtották a tenyérkéjüket. – Hol a vajda? – kérdezte Gergely törökül. – Kaptok baksist valamennyien, de csak a vajdának adom oda. De biz azok nem szaladtak a vajdáért, hanem tovább is ott tolakodtak és visítoztak a lovagok körül. Éva már benyúlt a zsebébe, hogy egy néhány részpénzt vessen nekik, azonban Gerge intett neki, hogy ne tegye. Hájde! kiáltott rájuk a kardját is fölemelve. A verebek ilyetten röppentek széjjel, de az idős cigányok is megrémültek, ki a sátorba ugrott, ki a bokrok közé. Csak a nők maradtak ott, várakozón bámultak az idegenekre. – Ne féljetek! – mondta Gergely törökül. – Nem bántunk benneteket, csak épp a gyerekeket riasztottam szét, hogy ne lármázzanak. – Hol a vajda? Az egyik sátorból vén cigány lépett elő, Török kaftán volt rajta, és magas perzsa süveg a fején. A dolmányán nagy ezüst gombok, a nyakában aranylánc, a kezében a vajdai nagybot. – Milyen nyelven beszélsz? – kérdezte Gergely törökül. – Hát – felelte a vajda – törökül főképpen. De ha szolgálatotokra lehetek, tudok olául, perzsául, görögül, bosnyákul, rácul, horvátul, olaszul – magyarul, németül, csehül, franciául és spanyolul. Muszkául is beszélek két. Hát egyenlőre csak beszéljünk törökül. Mitől rémült meg annyira a néped? Egy görög rablóban dagarázdálkodik erre. Azt mondják, ötvenem vannak. A múlt héten ebben az erdőben öltek meg egy kereskedőt. Mi nem vagyunk rablók, csak eltévedt utasok. Albániából jövünk. Mi is hallottuk azt a rabló történetet, s éppen azért tértünk le az országútról. Hát csak azt akarjuk, hogy adj nekünk vezetőt, aki elkísérjen bennünket Sztambulba, és néhány napig velünk maradjon. Akár tízet is, felelte a vajda, hiszen nincs messze. Nekünk csak egy kell, egy olyanféle ember, aki ismeri a járást a fővárosban, fegyvert igazítani és lovat gyógyítani is tud. A Vajda gondolkozva nézett maga elé, aztán egy füstös sátor felé fordult és kiáltott: Sárközi! Az öt lovak szinte megrezzent a magyar név hallatára. A sátorból egy körülbelül 45 éves szúrtos cigány bújt elő. Olánadrág volt rajta és kék ing. Az olánadrág térde vörös posztóval volt foltozva. A hóna alatt magyar dolmány. Jöttében öltötte magára. Mikorra a vajdához ért, már be is gombolta, a port is leverte a drágjáról, meg is fésülködött a tíz ujjával. Ragyás volt. Elkíséred a vitéz a városba, és szolgászott nekik. Gergely egy ezüst pénzt nyújtott a vajdának. Osszét szét a purdék között. Köszönöm a szívességedet. Mit hozzak magammal? kérdezte Sárközi törökül és alázatosan. Csak egy pár szer számot puska vagy patkóigazításra, igazításra, meg ha van valami sebre való jó íred, embernek és lónak való. Hozom, uraim! S visszafutott a sátorába. Nem vagytok-e fáradta ki, fiúraim? kérdezte a vajda. Jertek beljebb és pihenjetek le! Ettetekem e ma? És megindult az idegenek előtt a maga sátora felé, amely egy terebélyes bükfa alatt vöröslött ki a többi közül. A vajdáné három kis tarka szőnyeget terített a fűre, a leánya azon fátyolosan, ahogy előbb táncolt, segítségű szegődött az anyjának. Hát van túrunk, tojásunk, rizsünk, vajunk, kenyerünk, mondta az asszony. Csirkét is süthetek, ha megvárjátok, szép ifjú vitézlő uraim. Megvárjuk, felelte Gergely, mert bizony éhesek vagyunk, az utunk nem éppen sietős. A cigány nép körülrajzta őket. Minden asszony jövendőt akart mondani, némelyik már oda is guggolt, és rázta a tarka habot a rostában. Kérlek, rezzens szét őket, mondta Gergely a vajdának, semmi kedvünk nincs arra, hogy jövendőltessünk. A vajda fölemelte a botját, s rákúrjantott a népére. A botot tiszteltéke jobban, vagy a vajdát nincs kiderítve a történelemben. De az bizonyos, hogy gyorsan szétoszlottak. Az öt vándor nyugodtan telepedhetett a gyöpre, a sokféle ennivaló mellé, amit a vajdáni eléjük rakott. Ti hát vígan éltek, beszélgetett Gergely a vajdával, miközben nagyot húzott a vizes kancsóból. Ünnep van ma, vagy mindig így táncolnak a leányok? Holnap péntek, felelte a vajda, valamennyi leány ott lesz az édes vizeknél. Gergely hasznára igyekezett fordítani minden szót. Mi még sohasem jártunk Konstantinápolyban, mondotta. Most azért megyünk, hogy beálljunk a hadseregbe. Mi az az édes víz? A törökök mulatóhelye az aranyszarf öböl végén. Pénteken oda csónakázik minden török család. Olyankor cseppen a cigánynak is egy néhány piaszter. A lányok táncolnak, a vénasszonyok jövendőlnek. És nem féltitek a leányaitokat? Mitől? A rabulesnek csak jól járnak vele, de hát fehérképű nő kell a töröknek, főképpen magyar. A leányaink bizony bejárnak olykor a háremek udvarába is. Most is azért táncolnak együttesen, mert be akarnak kéreckedni a szerályba. Éva odaszólt Gergelynek. Hogy van törökül, víz? Szú, lelkem. Éva bement a sátorba, és a vajdalányához fordult. Szú, szú, angyalom. A cigány leány félrevonta a sátor hátulsó lepedőjét. Tágas és hűs barlang volt ottan. A sziklából víz szivárgott, és cseppekben húlt alá. A vízcseppek medencét váltak a sziklában. Fürödj meg, ha akarsz, mondta kézmozdulatokkal is a cigány leány, és egy négyszögletes kis anyagot nyújtott át Évának szappanul. Éva ránézett. A cigány lány félig lehúny szemmel nézett vissza. A nézése ezt mondta. Te fiú, de szép vagy! Éva elmosolyodott, és megsimogatta a leány arcát. Sima volt az, és forró. A cigány leány elkapta az Éva kezét, és megcsókolta. S kifutott. Mikor már jól behaladtak az erdőbe, Gergely megszólította a cigány kovácsot. Sárközi barátom, volt-e már valaha tíz aranyad? A cigány meglepődve nézett a magyar szóra. Volt már tebb is, de csak álmomban instálom. Hát valóságban? Valóságban kettő volt egy ser. Az egyiket két estendeig tartogattam, egy kisgyereknek akartam adni. Aztán lovat vettem rajta. A ló megdeglett. Most se ló, se arany. Hát, ha nekünk híven szolgálsz, egy nap alatt tíz aranyat kereshetsz. A cigány csak nem egész testében ragyogott. Gergely tovább kérdezte. Miért jöttél Törökországba? Hogy olyan erős voltam, mindenképpen katonát akartak belőlem faragni. Sose voltál te erős. Hát nem is a termetemre mondom, csókolom lábát, hanem a pikulázásra volt nagy erőm. Mert pikulás voltam én, meg lakatos, csókolom lábát, aztán minduntalan megfogott a terek. Lehostak ide, és műhelybe állítottak, de bizs én megsegtem. Van-e feleséged? Hún van, hún nincs. Ma éppen nem igen van. Hát akkor, ha akarsz, haza is jöhetsz velünk. Minek menjek én haza, instálom? Az én jó gazdámat úgy se találom meg tebbet, otthon meg megint csak elfogaterek. Hát szolgáltál valakinél? Bizony salgáltam, nagy úrnál salgáltam én a legnagyobb magyarnál, minden nap pecsenyével tartott, aztán csak úgy barátságosan beszélt velem, hogy azt mondja, csináld meg ezt a puskát, te, fistes! És ki volt az az úr? Ki volt volna más, mint a nagyságos Bálint úr? Melyik Bálint? kérdezte Török Jancsi. Melyik Bálint? Hát Terek Bálint, nagyságos uram. Gergely sietett megelőzni Jancsit a kérdésekben. Mit tudsz róla? S intett Jancsinak, hogy óvatos legyen. A cigány vállat vont. Nem levelezek senkivel. Valamit csak tudsz róla. Csak azt, hogy rabul esett. Éle vagy meghalt, nem tudom. Bizonyosan meghalt, mert hallottam volna hírit. Melyik háznál dolgoztál? Sigetváron. A két fiú összenézett. Egyik sem emlékezett a cigányra. Az igaz, hogy ők nem is sokat tartózkodtak Szigetvárott, hanem hol itt, hol ott a Bálint úr birtokain, s a tömérdek cselét közül, ha sokat ismertek is, valamennyit nem ismerhették. Gergely figyelemmel nézett a cigány arcára, aztán elmosolyodott. Emlékszem ám, rád. Most már emlékszem. Jumurdzsáknak voltál egyszer a rabja, és dobó szabadított meg tőle. A cigány nagyot nézett, aztán a fejét rázta. Nem dobó, egy kis hét éves gyerek, valami Gergely. És sóhajtott. Áldja meg a devla, ahol van azt a gyereket. Lóhoz sekérhez is juttatott a zsengem. Annak tartogattam az aranyamat. De aztán ráeselkedtem, hogy angyal volt az. Hát, ha én vagyok az az angyal, a cigány hitetlenül banzsalított Gergelyre. Sose láttam én bajusos angyalt. Én vagyok pedig. Mondta Gergely. Még arra is emlékszem, hogy megházasodtál aznap. Böske volt a feleséged neve. Erdőn történt. Fegyvereket is kaptál. A cigánynak majd kiesett a szeme, akkor átbámult. Jaj, hogy a paradicsombeli devla áldja meg fiatal nagyságos uram! Hogy szaporítsa meg minden aranyos ivadékát, mint a kölest! Jaj, de micsoda szerencsés nap ez! Sletérdelt. Átfogta a Gergely lábát és megcsókolta. Az Isten hozott össze bennünket, mondta Gergely. Most már bízom benne, hogy nem jöttünk hiába. Átadta a lovak antárát Matyinak, és a fűbe heveredett. A többiek követték a példáját. Gergely elmondta a cigánynak, hogy miért jöttek, s megkérdezte tőle, hogy mit gondol, hogyan juthatnának Bálintúrhoz. A cigány hol ragyogó szemmel, hol elcsüggetten hallgatta Gergelyt. Jancsinak kezet csókolt, aztán elgondolkozva bólogatott. Bejutni csak belehet Stambulba is, talán a hét toronyba is, de a nagyságos urat nem fakardal örzsik, és a fejét a kezében ringatva jajongott. Hogy itt van segény Bálint nagyságos úr, Jaj, ha tudtam volna, bekiáltottam volna az ablakon is, hogy jó napot kívánok, csókolom kezit lábát. Gergelyék megvárták, míg a cigány képzelete elhánnya a maga cigány kerekeit, aztán komoly gondolkozásra fogták ők egyelmét. Hát a városba csak belehet menni, mondotta a cigány, máma különösen, mert ma van a perzsa gyás ünnep, és ilyenkor annyi itt a búcsújáró, mint otthon nagyboldogassonykor hanem a héttoronyba, oda még a madár sem mer berepülni. Mindegy, tüzeskedett Jancsi. Csak egyszer a városba bejussunk, ott aztán majd meglátjuk. Az aranyszarv olyan forma, széles víz, mint a Duna. Öble az a tengernek, skürt alakjában nyúlik fel Konstantinápoly közepén, meg túl is rajta az erdőkig. Utasainkat egy tágas halászcsónak vitte végig azon az öblön. A csónak orrán Gergely ült, akinek legtörökebb volt a ruhája, közepén megcsei, akiről szintén piroslott a törökség, a többi a csónak belsejében húzódott meg. A lenyugvó napfényben aranyoszlopokként nyúltak a magasba a minárék tornyai, s a templomok aranyozott kupolái meg éppenséggel ragyogtak. A tengerben mindez visszatükröződött, s bámulat kiáltásokra fakasztotta a mi utasainkat. Álomvilág ez, szólt Éva, amint ott ült Gergelynek a lábánál. Álomnál is szebb, felelte Gergely, de olyan ez lelkem, mint a mesebeli kastély. Kívül pompás, belül szörnyetegek és elátkozottak lakják. Tündérváros, szólalt meg Megcsei is, csak Jancsi ült csendes búsan a csónakban. Szinte jól esett a szemének, hogy az épületek rengeteg pompája között valami feketeséget is láthat. – Micsoda erdő az ott? – kérdezte a cigányt bal felé mutatva. – Úgy nézem csupa jegenyefa, de milyen feketék erre a jegenyefák? – No, jól megnőttek. – Nem jegenyefák azok – felelt a cigány –, hanem ciprusok. Nem erdő az ott, hanem temető. – a pérai törökök feksenek benne. Jancsi behúnyta a szemét, arra gondolt, hogy hát ha az ő apja is ott fekszik már valamely ciprus alatt. Gergely ránézett és másfelé akarta terelni a Jancsi gondolatait. Olyan város ez, mint Buda a Duna partján. csak hogy itt két Buda van, vagy inkább három. Én se gondoltam, hogy ilyen dombos város ez, felelte rá megcsei. Azt gondoltam, olyan sík, mint Szeged vagy Debrecen. Könnyű volt ezeknek ilyen szép várost építeniük, szólt Éva is. Rabló város, összerabolták ezt a várost a világ minden részéből. Vajon a mi királynénk bútorai melyik házban vannak? A Mátyás királyét akartad mondani, lelkem, felelt rá Gergely. Mert nem szerette Izabella királynét, s jól is szólott, hogy azok a bútorok, amelyek Budavárában voltak, nem Lengyelországból kerültek oda. A nap már leszállt, mikor a hídhoz érkeztek. A hídon lehetett látni, hogy nagy a tolongás. Ma sokan lesznek a gyászünnepségen, szólt Aladikos. Mink is arra jöttünk, felelte Gergely. Jancsi erre megborzongott. Szintelen arccal bámult a kavargó sokaságra, amely a hídon át Sztambulba tolongott. A tolongás segítette be őket is, a hídon álló őrök nem néztek senkit se. A sztambuli utcákba besodorta őket a népáradat. Maguk se tudták, hova mennek. Az áradat fölfelé menőleg nyomult valami három utcán át. Akkor megállt. A sokaságot katonák nyomták széjjel. Utat tágítottak a perzsa búcsújáróknak. Gergely magához szorította Évát. A többiek egy másik épület falához szorultak. Csupán szemmel vigyázták egymást. Egyszerre csak megvilágosodik az utca vége, s előtűnik egy óriás nagy fákja, ami nőt a mieink soha se láttak. Mert nem a féle viasz fákja az, ami nővel Magyarországon kísérik a halottakat, hanem egy akós hordónyi vasabroncs kosár. Öles pózna végén tartja a kosarat egy erős perzsa, s a kosárban emberkarnyi fahasábok lángolnak. Az az egy fákja bevilágítja az egész utcát. Elől lépdelél valami tíz gyászruhás barna ember. Rövidre nyírt bodrosszakálukról és kis állukról lehet látni, hogy perzsák. Mögöttük fehér lóballag, a hátán fehér lepedő, a lepedőn nyereg. A nyergen X alakban keresztbetett két kard, s két fehér eleven galamb. A két galamb lába oda van kötve a nyerekhez, és a ló, galamb, kard, lepedő, mind be van hintve vérrel. A ló után megint egy csapat gyászruhás ember, valami keserves litániát énekelnek, amelynek minden sora ez a két szó. Hussein, Hassán. És egy hú kiáltás, amely különösen dübörgő ropogással elegyedik. A menet haladtával nyilvánossá vált, hogy a ropogás honnan ered. Két sorjában mesztelemmelű perzsák következnek, fekete ing rajtuk, sarkigérő. A fejük be van kötve fekete kendővel, amelynek a sarka hátul a nyakukon lebeg. Csak a mellük mesztelen. És amint oldalt lépkedve haladnak, a husszein hasszán szóra meglóbálják a jobb kezüket, a hú kiáltásra pedig mellükre csapnak ököllel a szívük tájékán. A dübörgő ropogása a mellükverése, és a kék veres folt a mellükön bizonyítja, hogy nem pápistásan veregetik a mellüket. A melverő perzsák lehettek körülbelül háromszázan, oldalt állottak, és csak a mellütés után léptek kettőt-hármat. Közöttük különféle színű háromszögletes zászlók, többnyire zöldek, de van köztük fekete, sárga és vörös is. A zászlók nyelén és itt-ott a perzsa gyermekek süvegén egy-egy ezüst kéz. Az Abbas nevű török mártír kezét ábrázolja az. Levágták Abbas kezét, mert innia nyújtott Husseinnak, mikor a kerbalai csata után elfogták. S növekvő erővel zúg az ének. A fákják új fekete csoportot világítanak meg, amely zöld lepedővel leborított tevét környez. A teve hátán kis lombsátor, s abban egy gyermek, akinek csak az arca látható, meg olykor a keze, amint a sátor nyílásán egy-egy marok fűrészporfélét vet ki a gyászruhás emberekre. Utánuk valami különös zörgés és csörömpölés hallatszik időnként. Csak hamar odaérkezik a másik gyászcsoport. Abban is oldalt lépkedve haladnak, és szintén gyászinkbe vannak öltözve de az ing a hátukon van elnyitva, a kezükben új nyivastag láncokból alkotott korbács. Oly nehéz, hogy két kézre fogják, az éneksorok végződésével hol a jobb vállukon át, hol a bal vállukon át a mesztelen hátukra zuhintanak vele. Éva, mikor meglátta, hogy az emberek háta véres és hólyagos, Gergely karjába kapaszkodott. Elájulok, Gergely, pedig ennél még rettenetesebb is következik, felelte Gergely. Egy török rab beszélt nekem erről a gyászünnepről, de én nem hittem el, hogy az emberek véresre verik a hátukat. Azt a gyermeket csak nem ölik meg tán. Dehogy ölik, az a két galamb meg az a gyermek, az mind csak kép. Éjfélkor a két galamb lábáról levágják a zsineget. A két galamb hasszán és husszein lelke. Ájtatos ordítás kíséri az égbeszállásukat. És a gyermek? Az az árván maradt perzsa népet ábrázolja. Mi következik még? Kardos emberek, akik a fejüket vagdalják. És csak ugyan egy másik véres menet következett, egy kép, ami nőt csak pokor rémes álom fordíthat a szemünk elé. Azok már fehérbe voltak öltözve. A feje valamennyinek borotvált, a jobb kezükben hancsár. Bal kezével mindenik a másiknak az övébe ragaszkodik azért, hogy el ne bukjon a vérvesztés következtében, vagy hogy a társát tartsa, ha az rogyadozik. És azok is oldalt lépkedve haladnak. A litánia féle ének, azok ajkán már üvöltés. Az ének sorok végén minden hangyár megvillan a fákja fénynél, és megérinti mindenik a saját kopasz fejét. Azok már fürdenek a vérben. Némelyiknek az orra és füle mellett patakban a vér, és pirosra festi a rajta levő lepedőt. A fákják sercegve égnek a szellőfúvásától, fúvásától, s olykor esőként hull a szikra a véres fejekre. És a levegőt a vér párája nehezíti meg, Éva behunja a szemét. Iszonyodom. Mondtam, ugye, hogy maradj otthon. Nem nőnek való az ilyen út, hunyt be a szemedet, báránykám. Éva megrázta a fejét és kinyitotta a szemét. Hát csak azért is nézem. És bár sápadtan, de keményen nézte tovább a véres búcsújárást. Gergely nyugodtabb volt. Ő már gyermekkorában megszokta a vérlátását. Nem fáj az valami nagyon, inkább az a megdöbbentő, gondolta, hogy ezek az emberek önként ontják a vérüket, és ilyen emberek ellen küzd a magyar több mint száz esztendeje szakadatlanul. Átpillantott a véres sokaságon az utca túlsó felére. Milyen különös az, hogy az ember megérzi, ha valahonnan erősen nézik, és őt nézte valaki. A fákják fényénél látta, hogy a nyüzsgő sokaságból két embernek a szeme meredre áll. Az egyik egy örményforma. A holló fekete aga volt az, akinek a katonáit a levegőbe röpítette. A másik jumurcsák.